Közel 10 darab szögekkel teleszurkált virslit és kolbászt találtak a fák tövébe bedobálva a rózsakertben. Egy váci csoport közösségi oldalán terjedt az információ. Nem ez volt az első ilyen eset a városban. A szakember elmondja, milyen kínokkal járhat egy kutyának, ha eszik a preparált csaliból. Július elején élesedett az italcsomagolások visszaváltásának új rendszere. A gyártók most már nem hozhatnak forgalomba olyan műanyag, alumínium vagy üveg italcsomagolást, ami nem visszaváltható, nincs regisztrálva a visszaváltó rendszerbe. 22 év alatt semmit sem változott a Mosolyhét missziója, ami épp a mai napon ért véget. A táborban arra törekednek, hogy ne legyen csúnya beszéd, kötessenek barátságok és megszeressék egymást a gyerekek. Kedves nézőink, Önök az ELS Televízió péntek esti 8 órás híradóját látják. Jó estét kívánok! Pancsolás, játszótér, városi programok, mindez megfér az úszás mellett. Már 4 éves kortól mehetnek a váci strandfürdő úszó táboraiba a gyerekek, ahol kezdő, közép és haladó csoportokban tökéletesítik az úszótechnikájukat az edzők segítségével. Június utolsó hetétől indultak, és augusztus első hetéig zajlanak a váci városi strand és úszoda nyári táborai. A jelentkezés folyamatos, úszástudás nélkül már 4 éves kortól is oktatják a kicsiket, hogy kellő vízbiztonságot szerezzenek. A hétfőtől péntekig tartó táborban változatos programokat szerveznek a gyerekeknek. Reggeli edzésekkel kezdjük, bemelegítő úszásoktatásokkal, utána egy fakultatív programon veszünk részt. Ez vagy a tűzoltóság meglátogatása, vagy a városi dottóval való közlekedés, vagy elmegyünk a sajdik gyűjteményt megtekinteni. Ezután egy finom ebédet fogyasztunk el a Remete étterembe, majd a csendes pihenő után lesz egy intenzívebb úszásoktatás. A gyerekek többsége szereti a tábort, van, aki évről évre visszajár. Nimródnak sem ez az első úszótábora itt a strandon. Több tevékenység miatt is szeretne minden nyáron visszatérni ide. Úszás miatt, meg megyünk olyan helyekre, ahol mindenféle jó dolog van. És most megyünk ma vonatozni. És hogy tetszik neked ez a tábor? Nagyon jó! Ajánlom mindenkinek. Miért? Mert tele van jó programokkal, tűzoltóságra mennek a gyerekek, játszóterezni mennek a gyerekek, a múzeumban mennek a gyerekek, kisvasutazni megyünk. Nekem az egy hatalmas nagy álom volt mindig, hogy minden nap úszhassak a vízben, mert ez nekem egy nagyon jó érzés, és örülök, hogy ide járhatok. Évközben 250 gyermek jár úszásoktatásra vagy sportedzésekre a Sport Kft-ben. A táborok 70-80%-ban velük telnek meg, mondta el az ELS-nek a Vácvárosi Strand és Úszoda ügyvezető igazgatója. Majd hozzátette, idén 7 héten át tartanak a nyári úszótáborok, de emellett úszóedzéseket is tartanak. A táborokon kívül arra is van nyáron lehetőség, hogy intenzív úszásoktatás, amely azt jelenti, hogy hétfőtől péntekig, reggel 9-től 10-ig az ellakomedence elejében kezdőknek vízszoktatás, gyors és hátúszás alapokat tanítunk, illetve a haladóknak, akik már tudnak úszni, délután 4-től 5-ig a 33 méteres medencében van lehetőségük úszóedzésen részt venni. A tábor sikerének titka több összetevőből áll, vallja Gulyás Zoltán. Én azt gondolom, hogy nekünk, tehát egyrészt a kollégák nagyon szeretik a munkáikat, szeretik a gyerekeket, és olyan programokat szervezünk, amely a gyermekeknek, szülőknek is tetszetős. A úszáson kívül. Idén nyára majdnem az összes hely betelt a táborokra. A 7 héten keresztül heti szinten 35-45 gyermeket táboroztatnak a strandon, tájékoztatott az igazgató. Július 9-én Vác területén sorrendben a harmadik keddi estén
Földi úton történő szúnyoggyérítésre kerül sor, hívja fel a figyelmet a Városi Honlap. Az írtást a napnyugta utáni órákban végzi a katasztrófa védelem. Rossz idő esetén a védekezés szerdán vagy csütörtökön ugyanebben a napszakban történik meg. A kipermetezett szúnyogírtószer kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el. Melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. A szakértők azt javasolják a lakosságnak, hogy a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, valamint a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján ajánlott összegyűjteni vagy letakarni. Az írtás ideje alatt és az azt követő egy órában érdemes az ablakokat, ajtókat zárva tartani, és a mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A permetezést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben és a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. Ajánlott, hogy az ingatlan tulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék, vagy takarják le az épületek körüli kisebb pangóvizeket. Idén egy óra alatt megtelt a jelentkezési létszám. 22 év alatt semmit sem változott a Mosolyhét missziója, ami épp a mai napon ért véget. Arra törekednek, hogy ne legyen csúnya beszéd, kötessenek barátságok és megszeressék egymást a gyerekek, mondta a híradónak Melát Attila, a napközis tábor szervezője. 2002-ben volt az első Mosolyhét, és már akkor kiderült, hogy nagy az igény egy olyan táborra, amit eleinte még térítésmentesen tudtak igénybe venni a gyerekek, és szinte az egész napjukat lefette, mondta az ES-nek a baptista lelkész. A pandémia idején a 2021-es, 22-es évek kimaradtak, de azóta is minden évben 150-160 kisgyereket fogadnak a 6-12 éves korosztályból. Bár igény 300 főre is lenne, de a kapacitásuk ezt már nem teszi lehetővé, tette hozzá. Hagyomány, hogy minden évben a húsvétot követő kedden nyitják meg a jelentkezési felületet, idén egy óra alatt betelt a létszám. A gyerekek koordinálásában 60-80 önkéntes segít. Ötletek mindig jönnek, cserélődik a segítői gárdánk, akik 21 néhány évvel ezelőtt 60 évesek voltak, ők most már 80 évesek, őket inkább ilyen imaháttérként kérjük, hogy vegyenek részt. És akik akkor születtek 2002-ben, azok 22 évesen meg itt vannak segítőnek. És ez nagyon jó, ők egy kis frissességet hoznak, új ötleteket. Így került be a bábozás, így került be a baptista egyháznak a családi parkja. A foglalkozásokat tekintve haladnak a trendekkel, hiszen ez az élet rendje, fejtegette a lelkész. Ami megmaradt, hogy mindig van 30-40 perc bibliai foglalkozás valami olyan történetből, ami lehet, hogy 2000-3000 évvel ezelőtt történt, de mégis úgy átjön a gyerekeknek. Idén József történetet vesszük, és akkor a tesó, meg kit szeret apukája, kit szeret anyukája, és a többi. Ez a téma, nagyon élvezik a gyerekek. A másik, ami megmaradt, a cukor és csoki eső, hát ezt is nagyon élvezik, és a harmadik, a zenei blokk. Délutánonként különböző programok, bábelőadás, ugrálóvár, rendőrségi bemutató szórakoztatja a kicsiket, akik naponta hétféle kézműves foglalkozáson bontakoztathatják ki a tehetségüket, ilyen például a fafaragás, vagy éppen a hajfonás. De versenyek is vannak, napi 4-5 sporttevékenység gazdagítja a program kínálatot. A részvételi díjat 3 évvel ezelőtt 5000 forintban határozták meg, de minden gyermeket támogatnak, akinek a szülei nem tudják ezt az összeget kigazdálkodni. Senkit nem rekesztenek ki, sem az anyagiak, sem egyéb másság miatt, inkább integrálják a gyerekeket, adta meg a magyarázatot Melát Attila. Ha valaki dankóros, nem kizárók, ha valaki siketnéma, nem kizárók, ha valaki enyhén autista és a szülei elengedik, nem kizárók, és próbáljuk őket is integrálni. Melát Attila hozzátette, a tábornak missziós szempontjai is vannak. Például nyitottságot szimbolizál az emberek felé. Az eddigi 22 év alatt családok kerültek be a gyülekezetbe a táborozás révén.
Aktív tagjaik pedig akár a szabadságuk árán is önkénteskednek a táborban, de megéri nekik, mert látják a gyerekek örömét, élvezik a zsongást, és ők is összekovácsolódnak egymással. Zárta gondolatait a baptista lelkész. Július 1-től újabb változással szembesülhettek a vásárlók, ugyanis kivezették a kötelező akciózást a boltokból. A kormány szerint az intézkedés elérte a célját, az infláció mérséklődött, így már nem szükségesebb az alacsonyabb árak megtartása. A KSH adatai szerint azonban sem az árstopp, sem a kötelező akciózás nem vetette vissza az áremelkedést. Hétfőtől nincs többé kötelező akciózás a boltokban. A Nemzetgazdasági Minisztérium keddi közleménye azzal indokolta a döntést, hogy a kormány leszorította az inflációt, így nincs szükség a korlátozásra. A kötelező akciózást tavaly június 1-én vezették be, majd novemberben meghosszabbították. Az intézkedés összesen 20 termékkörre vonatkozott, elsősorban az alapvető élelmiszerekre. Ezeken belül egy termék árát kellett egy hétig 10%-kal olcsóbban adni, az azt megelőző egy hónapban alkalmazott legalacsonyabb árnál. Az elmúlt években az élelmiszerárak nőttek a legnagyobb mértékben. 2020-hoz képest több mint 75%-kal drágultak az élelmiszerek, ami a legnagyobb mértékben emelkedő termékcsoport, írja a KSH adatai alapján a portfólió. A portál által közzétett ábrán az látható, hogy sem az árstopp, sem a kötelező akciózás nem vetette vissza az áremelkedést. A boltok egyszerű megoldása az volt, hogy az árstoppos termékeken elszenvedett veszteséget más, nem árstoppos termékek áraiba építették be. Az élelmiszerárak robbanásának megállását a bérek vásárlóerejének visszaesése és az energiaárak mérséklődése okozta, ami megakadályozta az árak további növekedését. A mostani változás lehetőséget biztosít a kereskedők számára, hogy a fogyasztók igényeihez igazodó, célzottabb akciókat hajthassanak végre. Ezáltal a piac sokkal dinamikusabbá és versenyképesebbé válhat, ami hosszú távon a fogyasztók érdekeit is szolgálja, vélik a szakértők. Közel 10 darab szögekkel teleszurkált virsítés kolbászt találtak a fák tövébe bedobálva a rózsakertben. Egy váci csoport közösségi oldalán terjedt az információ, nem ez volt az első ilyen eset a városban. 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés járhat annak, aki állatkínzást méreg alkalmazásával, vagy az állat elpusztítására alkalmas csalétek kihelyezésével kísérel meg, de már a bűncselekményre irányuló előkészület is büntetendő. Az általunk megkérdezett állatorvos elmondta, mérgezések előfordulnak véletlenül, de sajnos szándékosan is. Vannak periódikusan előforduló mérgezések, általában tél végén a hűtőfolyadékok cseréjekor és tavasszal, amikor előjönnek a patkányok, az egerek, és a nekik kihelyezett mérgeket eszik meg a házi állatok. Az orvos felhívta a figyelmet, a bélmozgások hatására előfordulhat, hogy olyan helyen akad meg az idegen tárgy, hogy akár át is lyukaszthatja a bélcsatornát vagy a gyomorfalát, halálos sebet ejtve ezzel rajta. Az idegentest felvételével az a probléma, hogy tehát ugye az idegentest a szög, vagy bármilyen tárgy, ami nem szerves, az, ahogy bekerül a szervezetbe, ugye először gyomorba, akár ott hetekig is el lehet, vagy pedig a bélben, úgyhogy nem veszi észre a tulajdonos, és az állatnak sem okoz feltétlenül rögtön problémát. Viszont fogyni biztos, hogy fogy, és sajnos sokszor nem veszik időben észre, hogy itt komolyabb a baj. A legjelentősebb veszély, hogy elhanyagolható annak a valószínűsége, hogy éppen végig tud menni a több méternyi bélcsatornán egy idegen tárgy, de a röntgen szerencsére kimutatja, és akkor műtéti beavatkozás szükséges, tájékoztatott az állatorvos, aki ugyanakkor hangsúlyozta, sem hánytatni, sem hasmenést okozó szereket adni nem szabad az állatnak ilyenkor. Ha akut esetről van szó, amikor rögtön megakad az idegentest és irritálja a gyomrot, akkor árulkodó jel a sűrűn jelentkező hányás vagy nyázás, az étványtalanság és a levertség. Ha a gyomorban marad ez a tárgy, akkor egy akár 3 óra múlva is, vagy 3 órán belül hányinger jelentkezik, tehát mert ott irritálja a gyomorfalát az idegen tárgy,
vagy esetleg elzárja a kiutat ugye tovább a bélcsatorna fele, vagy pedig, hogyha tovább kerül a bélcsatornába, ott akár, hát ugye ez, amit mondok, hogy akár hetek is lehetnek extrém esetben. Nagyobb baj akkor van, ha perforálódik, vagyis átlyukad a gyomor, vagy akár az emésztőcsatorna fala, mutatott rá az állatorvos. Ilyenkor hashártyagyulladás alakul ki, mérgezés, vérmérgezés, tehát egy szeptikémia, bakteriális túlszaporodás az egész szervezetben, és sajnos ebben pusztul el az állat. Tehát ilyenkor, amikor már perforálódik, tehát átlyukad, akkor nagyon kicsi az esélyünk nekünk állatorvosoknak, hogy tudjunk segíteni. Ez nem csak a kutyákra, de a macskákra is veszélyes, akiknek előnyük talán, hogy nem tudnak akkora falatot lenyelni, mint az ebek, mondta Smucer Herriett, aki hozzátette. Szerencsére a városban kevesebb esettel találkoznak. A kutyás társadalom fejlődik és összezár. Így azok, akik nem kedvelik az állatokat, mégis toleránsabbak velük szemben. Július elején élesedett az italcsomagolások visszaváltásának új rendszere. A gyártók már nem hozhatnak forgalomba olyan műanyag, alumínium vagy üveg italcsomagolást, ami nem visszaváltható. Nincs regisztrálva a visszaváltó rendszerbe, mondta az Inforádióban Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője. Hozzátette, ami június 30-áig forgalomba került, azok ott maradnak a polcokon mindaddig, amíg re nem jár a szavatosságuk. A visszaváltható csomagolásokon viszont már a címkéken egy logóval is jelzik az 50 forintos betétdíjat, amely visszajár a visszaváltáskor. Ugyan január 1-én fél év türelmi idővel elrajtolt az új italcsomagolás visszaváltási rendszer, ám az átmenetet jelentő 6 hónap miatt a startgomb éles megnyomásáig egészen mostanáig, július 1-éig várni kellett. Így mostantól az 1 deciliterestől a 3 literesig csak olyan fém, műanyag és üveg italcsomagolásokkal hozhatják forgalomba termékeiket a gyártók, amelyek visszagyűjthetők. Ez azt jelenti, hogy 50 forintos betétdíjat kell fizetni pluszban, amit akkor kap vissza a vásárló, ha az üres palackokat bedobja a MOHU erre a célra telepített automatájába. Aki ezután eldobja a sörös dobozt, az üdítős vagy épp az ásványvizes palackot, nem csak a természetnek árt, hanem a saját pénztárcája ellen is dolgozik. Jó darabig azonban még nem visszaváltható csomagolásokkal is lehet találkozni, hiszen június 30-ig ilyeneket is kibocsáthattak a piaci szereplők. A visszatérítésnek 3 módja van. Az utalvány, amit a visszaváltó automata kiadott, ez készpénzre váltható az üzletben, vagy értéke levonható a vásárlás végösszegéből. Ha az úgynevezett Repont applikáció segítségével a vásárló előzetesen azonosítja magát, a regisztrációkor megadott bankszámla számra utalással kapja meg a visszaváltási díjat. Amennyiben a vásárló utalást kér, javasolt még a palackok bedobása előtt beolvasni a QR-kódját, és még a palackok behelyezését megelőzően ellenőrizni a képernyőt, hogy azon valóban az ő neve jelenik-e meg. Lehetőség van továbbá jótékony célra felajánlani az összeget. A visszaváltást megelőzően tanácsos a Repont mobiltelefonos applikációval ellenőrizni a vonalkódot, és meggyőződni arról, hogy a terméket az automaták visszaveszik-e. Fontos, hogy az italcsomagolást nem szabad összenyomni, mert az automata csak azokat a termékeket képes visszaváltani, amelyeken jól olvasható a vonalkód. Szombaton is sokat süt majd a nap, bár időnként vastagabb, fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, viszont csapadék sehol sem várható. Sokfelé élénk, erős, északnyugaton néhol viharos lesz a déli-délkeleti szél. Visszatér a kánikula, a csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul. Vasárnap folytatódik a túlnyomóan napos idő, de délután, este nyugaton, északnyugaton és északon egy-egy záporzivatar kialakulhat. Fokozódik a kánikula Vác térségében is, 33 fokra számíthatunk a legmelegebb órákban. Hétfőn és kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk, de csak helyenként alakulhat ki zápor vagy zivatar. Hétfőn 33, kedden 35 fok közelében alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
Kedves nézőink, Önök az ES Televízió péntek esti híradóját látták. Híranyagainkat megtalálják a honlapunkon, az estv.hu oldalon, ahol online is nézhetik adásunkat, illetve a Facebookon és a YouTube-on is követhetnek minket. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!